újabb fejlesztés, gigaberuházás valósul meg Nyíregyházán. Turizmus és koncert, június 20-án az Óbudai Danubia zenekarat koncertet a Római Katolikus templomban. Helyi szálak, nyíregyházi csoportok, közösségek, szervezetek pályázhatnak. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Mindegy 290 milliárd forint értékben az idei év eddigi legnagyobb hazai beruházását hajtja végre a jövőben a W Scope nevű dél-koreai vállalat Nyíregyházán. A cég elektromos autóiparhoz köthető beruházása 1200 új munkahelyet fog teremteni a Szabolcsi megye székhelyen, és a megépülő gyárban évente 1,2 milliárd négyzetméternyi szeparátorfilmet fognak előállítani. A tervek szerint a termelés ténylegesen 2024-ben indulhat el. Dr. Kovács Ferenc polgármester bejegyzésében történelmi pillanatnak nevezte a külügyminisztériumi bejelentést. Az idei év legnagyobb beruházását hajtja végre egy dél-koreai vállalat Nyíregyházán, ahol elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfóliát fognak gyártani, jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a W Scope nevű cég hazánkban Nyíregyházán nyitja meg első európai üzemét, és a fejlesztés 1200 új munkahelyet fog teremteni. A megépülő gyárban évente 1,2 milliárd négyzetméternyi szeparátorfilmet fognak előállítani, ami az elektromos autóiparhoz köthető. A mostani beruházás azért is jelentős, hiszen az autóipar a magyar gazdaság gerincoszlopa, a szektor termelési értéke 2021-ben 9400 milliárd forint volt. Az autóipar egy forradalmi megújulás időszakát éli, teljesen átalakul az iparág, a hagyományos meghajtások helyét lassan átveszi az elektromobilitás, és az elektromos autóké lesz a jövő. Ezért, hogyha ez gazdaságpolitikai nyelvezetre és gazdaságpolitikai célkitűzésekre fordítom le, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy aki az elektromos autóipari beruházásokat megnyeri, az a jövőt nyeri meg, és a jövőbeli gazdasági növekedés alapjait tudja letenni. A dél-koreai vállalatok mára a negyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban. A Nyíregyházára települő W Scope célja, hogy világvezető vállalattá váljon az elektromos autók piacán, ehhez pedig minden feltétel adott a Szabolcsi megye székhelyen is. Azt gondolom, hogy a térség képviselői és vezetői sokat segítettek annak érdekében, hogy a döntésünket meghozzuk mellettük. Mi a technológiai fejlesztés, a gyártás kapacitás tekintetében mindent megteszünk, hogy biztonságosá tegyük működésünket, és szeretnénk világvezető vállalattá válni az elektromos autók piacán. Dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón kiemelte, folyamatos fejlesztés sorozat eredménye, hogy a koreai vállalat Nyíregyházát választotta, és történelmi jelentőségűnek nevezte a bejelentést. Ennek egyik eleme, hogy 2019 végén gazdaságfejlesztési programot indítottak, majd a kormány támogatásának köszönhetően 427 hektár területet vásároltak a déli ipari parkhoz. Ebből két éven belül el is adtak az említett beruházáshoz 82 hektárt. Örömmel mondhatom, hogy a befektetési terület készen áll a beruházáshoz, az infrastruktúrális szükséges előkészületi munkák folynak, és vállalt kötelezettségeinknek megfelelően teljesülni fognak, és természetesen az önkormányzat azt is vállalja, hogy a befektető otthon érezze magát Nyíregyházán, a beszállítói körrel, a munkaerőbiztosításával, a tömegközlekedéssel, minden területet beleértve. Ezzel a gigaberuházással újabb fejezete nyílik városunkban annak a munkának, amely jelentős munkahelyteremtő beruházásokat hoz Nyíregyházára. Erről már dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő beszélt. Óriási lehetőség ez Nyíregyházának, és nem véletlen, hogy Nyíregyházát és térségét választották, hiszen a koreaiak pontosan fölmérték, hogy milyen lehetőségeik vannak, ugye a kormány támogatás mellett az önkormányzat vezetése, a város vezetés is azt a utat járja, hogy Nyíregyháza gazdaságfejlesztése fontos. A sajtótájékoztatón jelen volt dr. Szabó Tünde, újonnan kinevezett Észak-Kelet Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Nyíregyháza országgyűlési képviselője is, aki rámutatott, a koreai vállalat nyíregyházi beruházása Kelet-Magyarország gazdasági életét határozza majd meg.
Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Nyíregyházát választotta a WScope cég, hiszen óriási beruházás érkezik hozzánk. Ugye több mint 1200 munkahely teremtésre lesz alkalmas, és ahogy elhangzott a sajtótájékoztatón, 290 milliárd forintos beruházásról van szó, úgyhogy talán az országban is az egyik legnagyobb beruházást mondhatjuk magunkénak. Óriási lehetőség ez a családoknak, fiataloknak, munkavállalóknak, hiszen a Magyarország kelet-magyarországi gazdasági életét határozza meg. A tervek szerint a koreai gyárban 2024-ben indul majd el a tényleges termelés Nyíregyházán. Jó ütemben halad a Színház utcai csapadékcsatorna rekonstrukciója, áll Nyíregyháza megyei jogú város sajtószolgálatának közleményében. A kivitelezési munkálatok jelenlegi fázisában a Színház utca, Szabolcs utca és Besenyei tér közötti szakaszán középen az útpálya tengelyvonalában kezdenek dolgozni, ahol szakaszosan valósul meg a rekonstrukció, ezért az útszakasz átjárhatósága átmenetileg megszűnik. A június 16-ától bevezetett ideiglenes forgalomkorlátozás szerint a Szabolcs utca felől a Színház utcára a Móricz Zsigmond Színház felé zsákutca táblát helyeznek ki, csak az ingatlan tulajdonosok tudják megközelíteni az utca ezen szakaszát, részükre a kétirányú forgalom biztosított lesz. A Besenyei tér felől a Színház utca felé megszűnik a behajtani tilos korlátozás, itt is zsákutca tábla lesz kihelyezve. Csak az ingatlan tulajdonosok tudják megközelíteni az utca ezen szakaszát, részükre a kétirányú forgalom biztosított lesz. A korlátozások várhatóan augusztus 31-ig maradnak érvényben. A kivitelező addig is kéri a Színház utcán lakók, oda gépjárművel közlekedők fokozott figyelmét, türelmét és megértését. Ismét bővülnek az utazási lehetőségek a nyíregyházi buszközlekedésben. A 25-ös busz révén közvetlen kapcsolat jön létre Borbánya, Örökösföld, Józsaváros és a vasútállomás között. A járat a 12-essel és a 44-essel összehangoltan közlekedik a közös szakaszain. A Fürdő utcai új megállót eddig csak napi néhány alkalommal érintő időszakos 8B helyett a folyamatosan immár körjáratként közlekedő 55-ös járat közlekedik. A járatra a Belváros és Örökösföld felé az Állatparknál, a Krúdi Vigadónál és Sóstógyógyfürdőn a kifelé irányú megállóban kell felszállni szombattól kezdve. Lakossági igények alapján a 9-es busz Huszártelepről Örökösföldre közlekedik, a vasútállomási kapcsolatot a 95-ös járat biztosítja. A vasútállomás és Kertváros között az új 26-os autóbusz közlekedik körjáratként, az esélycentrum érintésével, 900-as jelzéssel, kísérleti jelleggel, nyáron éjszakai körjárat közlekedik hétvégi napokon, érintve a legfontosabb város részeket. Bizonyos megállók neve is megváltozik, egységessé válnak a helyi és helyközi autóbuszok megállóhely jelölései. Június 17-én 95. születésnapja alkalmából köszöntötték Dankó Lászlónét, városunk szépkorú polgárát. Musó László közgyűlési képviselő, valamint Somogyi Katalin, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa közösen adták át neki Magyarország kormánya és Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata emléklapját. Az Óbudai Danubia zenekar és Kolonics Klára opera énekesnő ad koncertet jövő hétfőn a Római Katolikus Templomban este 7 órától. A Mozart és Pullenkest egyfajta szezonnyitó a városban, legalábbis az egyházi turizmus területén. Péntek délutánokon aztán indul a belvárosi séta, mely szintén a városlakóknak és vendégeinknek kínál érdekes programot. Az Egyházi Kulturális Örökség és Turizmus Fejlesztés Nyíregyházán és Beregszászon című projekt keretében június 20-án 19 órától a Nyíregyházi Turisztikai Non-Profit Kft. És a Filharmónia Magyarország rendezésében hallhatnak ingyenes koncertet a Római Katolikus Templomban, melynek műsorán Mozart és Polenk művek szerepelnek. Magyarország egyik neves szimfonikus zenekara, az Óbudai Danubia zenekar ad koncertet, olyan hírességekkel, mint Kolonics Klára, szoprán operaénekesnő, Kossuth Díjas énekesnő, és olyan, egy olyan könnyed,
komoly zenei, de mégis könnyed hangvételű koncertet szervezünk, amely a nyárnak egy igazi komoly zenei turisztikai évadnyitó hangversenye lehet. A Turisztikai Társaság és a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház egy másik műfajú eseményt is kínál a városlakóknak és a vendégeknek. Minden pénteken délután 4 órától indul a belvárosi séta, mely érinti a nyíregyházi tereket és épületeket. Esőben és forróságban is várják az érdeklődőket a TTM iroda előtt. A projekt kapcsán lehetőségünk van arra is, hogy folytassuk a garantált idegenvezetést itt a városban. Ez most annyival lesz másabb, és annyival lesz több, hogy a római katolikus templomot még hangsúlyosabban érinti, és lehetősége lesz az érdeklődőknek felmenni a templomtoronyba, és onnan egy teljesen más perspektívából rácsodálkozni a városunkra, a főtérre. Gyülekező tehát péntek délutánonként a TDM iroda előtt, majd indul az egy másfél órás séta. A koncert meghívó pedig hétfő este 7 órára szól a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházba az óbudai Danubia zenekar és a Halhatatlanok Társulatának tagja Kolonics Klára koncertjére. Az est karmestere a Lisztíjas Hámori Máté. A Helyi Szála Közösségi Alapítvány helyi programok, szervezetek, formális és informális csoportok támogatására gyűjt adományokat. A tavalyi adományok azt tették lehetővé, hogy idén 1.500.000 forint összegre pályázhatnak nyíregyházi csoportok, közösségek, szervezetek. Az idei gyűjtésről dr. Huszti Évával, a Helyi Szála Közösségi Alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgettünk. A Helyi Szála Közösségi Alapítvánnyal tavaly kezdtük el a munkát Nyíregyházán. Az a célunk és az a küldetésünk, ami egy kicsit meg is különbözteti egyébként az alapítványunkat a többi alapítványtól, hogy helyben szólítjuk meg az embereket, helyi emberektől, vállalkozásoktól kérünk és gyűjtünk támogatásokat, amely támogatásokat a helyi emberek és a helyi közösségek fejlesztése, támogatására fordítunk vissza. Tehát helyben kérünk, és helyben osztunk vissza a különböző forrásokat. Ez a projekt most, amiben vagyunk, egyébként a Jól vagyok alapra gyűjt. Akit érdekel ez az alap, jobban a helyiszálak.hu honlapon tud tájékozódni. Az a célunk, hogy most ezt az alapot töltsük fel olyan pénzforrásokkal, amire majd jövőre fogunk tudni kiírni pályázatokat, olyan formális és informális közösségek részére, akik valami olyasmit csinálnak a városban, amit a Jól vagyok égisze alatt lehet értelmezni. Mondjunk már erre példát, hogy milyen civil szervezet, ez lehet egy biciklis egyesület, vagy egy box klub, vagy akármi? Természetesen. Nem csak civil szervezetek, tehát nem csak bejegyzett civil szervezetekkel szeretnénk dolgozni, hanem olyan informális közösségekkel, csoportokkal, szomszédságokkal, akik egyébként is tevékenykednek, csak valamire mindig megakad, valami kis forrás, támogatás kellene még nekik, hogy minél hatékonyabban tudják végezni a munkájukat a helyi közösségek érdekében. Tehát nagyon széles a paletta. Most ugye június 15-ig van kiírva a pályázatunk, a B-terv, amire egyelőre olyan informális társaságok is jelentkeztek, akik például idősek és táncolni szeretnének, vagy tanyavilágban szeretnének és tevékenykednek már évek óta, és ezt szeretnék fejleszteni, de vannak olyan akár fogyatékkal élőknek a szervezetei is, akik érdeklődtek már a pályázati kiírásunk iránt. Tehát, hogy nagyon-nagyon szép sportegyesületektől kezdve művészeti egyesületek, bárki, aki egy-egy kis támogatással meg tudja lendíteni azt az ügyet, amit ő egyébként is csinál itt a nyíregyháziakkal, a nyíregyháziak érdekében. Tehát igazából a Helyi Szála Közösségi Alapítványnak az a célja, hogy ezt a szupervárost még szuperebbé tudjuk tenni a helyiekkel és a helyieknek. A Technika Ördöge címmel rendezik június 25-én a Múzeumok Éjszakáját a Kállai Házban. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit.
Csütörtökön délután a Tokaji úton a kijelölt átkelő helyen egy sofőr elütött egy kerékpártoló gyermeket. A mentők a sérültet kórházba szállították, a járművezetővel szemben eljárást indítottak. A Tiszavasvári úti felüljárónál folytatódnak a munkálatok, forgalomkorlátozás és sebességkorlátozás mellett. A járda és a kerékpárút korlátjának kialakítása is folyamatban van. A várható befejezési határidő augusztus 9-e. A Korányi Frigyes utcán erős áramú kábelméréseket végeznek a hiányos közvilágítás miatt. A munkálatok jövő héten folytatódnak. A nagybani piac kijáratánál megrongáltak egy parabola tükröt, a kárt elhárították, így továbbra is nagyobb biztonsággal közlekedhetnek a szervízúton. A Technika Ördöge címmel rendezik június 25-én a Múzeumok Éjszakáját a Kállai Házban. Ez alkalommal is családi programot kínál a közgyűjtemény a vendégeknek. A gyerekek épp úgy megtalálják a nekik való foglalatosságot, mint a szülők, nagyszülők. Digitális fejlesztésről, innovációról beszélt az alpolgármester, aki maga is történész, de azzal zárta gondolatait az esemény beharangozó sajtótájékoztatón, hogy ha tehették volna, a kállaiak is robotokkal játszottak volna. Úgyhogy ebben a digitalizált és nagyon mozgalmas világban igenis elfér a múzeum légkörében az új világ és a robotika. Olyan fejlesztések vannak, amelyek mondjuk nem csak ipari technológiába alkalmazhatók, hanem a múzeum is alkalmaz robottechnikákat, a régészet például olyan háromdimenziós technikákat alkalmaz, amely az ásatásokon megkönnyíti a munkájukat, olyan térképészetet, amelyben ilyen nagy innováció van, és itt ugye mindenfajta innováció megjelenik, tehát a humanoid robotok megjelennek, a gyerekeknek való játék megjelenik, amely a digitális fejlesztésekre alapul, de lesz vadászgép szimulátor itt a városban, itt a kállai gyűjteménynek az udvarán, olyan autófejlesztések, olyan autók, amelyek ehhez a technológiához kapcsolódnak. Aki ide eljön, hogy megnézze és kipróbálja a legkorszerűbb technikát, megtekintheti majd a múlt emlékeit, a kállai örökséget és a várostörténeti kiállítást is vélik a szervezők. És a múzeumok éjszakáján mindenféle varázslat nélkül megjelenik majd a múlt és a jelen mellett a jövő ígérete is. Múlt évben eldöntöttük, hogy egy kicsit a robotika felé fogunk elmenni, és ez lesz a múzeum éjszakája fő programja. Ugyanakkor ezen keresztül szeretnénk a Kállai gyűjteményt és az várostörténeti kiállítást is megismertetni. Közel 17 közreműködő cég, magánszemély, csoport, klub fog közreműködni. Ebben van előadásoktól kezdve a gyerekjátéktól, az okosháztól, a ipari robotokig, a hostess robotokig, a bűnügyi technikában használt eszközökig, sőt a régészetben használt eszközökig is minden. Edbot, vagy ahogy a központban nevezik, ő a kisfiú, aki a humanoid robotokat képviseli a digitális tudás központban. Programozni lehet, különböző programnyelveken ért, és 16 szervomotorral rendelkezik, így gyakorlatilag elég sokféle mozdulatsort lehet rá programozni, tehát nem, nyilván nem csak lépeget, hanem tornázik, táncol. Oktatási célú robotika, illetve ipari robotkar is van bemutató jelleggel, no meg egy robotkutya, melyet a múzeumok éjszakáján szintén magukkal hoznak a központból. A Nyíregyházi Egyetem LEGO oktatási központja is kitelepül saját eszközparkjával, programjával és tudós oktatóival. A LEGO Educationnek nagyon sok része van, 1980 óta fejlesztik és már van a világon. Matematika, óvodapedagógia, fejlesztőpedagógia, irodalom, történelem, rengeteg olyan tantárgy van, ahova ez beilleszthető és használható, és mi a stúdióban azzal foglalkozunk, hogy a gyakorló pedagógusokat és a most a tanuló pedagógusokat oktassuk és fejlesszük ezeknek a használatára, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a módszereket, hogyan szűrjenek ki hiányosságokat például gyerekeknél, és ezeket hogyan fejlesszék későbbiekben. A robotika az egy külön válfaja, természetesen használjuk mi is, megjelenik már 2,5 éves korban a robotika, és teljesen egyetemig, sőt, ahogy látjuk, ugye a LEGO, ahogy szokta írni, 99 éves korig használható mindegyik. Miután hosszú időre bezárt a Józs András Múzeum, így a Sóstói Múzeumfalu és a Kállai Gyűjtemény kínálja idén a hosszú éjszaka programját. Ez utóbbi helyen 16 órakor lesz a kapunyítás, majd 17 órakor egy megnyitó indítja a programsort a Kállai Ház udvarán és valamennyi termében. A Múzeumfaluban június 23-án ünneplik Szent Iván napját, az év legrövidebb éjszakáját. Családi nappal zárta a szezont a Nyíregyháza Spartacus. Volt mit ünnepelni. A női szakágnál és a férfi utánpótlásnál is több együttes bajnok lett. A foci a rendezvényen is fontos szerepet kapott.
Főzőverseny, habparti és sok-sok játék családi nappal zárta a szezont a Nyíregyháza Spartacus. A klub egy díjkiosztót is tartott, ahol jutalmazták az egyes korosztályok legjobb játékosait, de elismerést vehettek át a jó tanuló, jó sportoló fiatalok és a stábtagok is. A családi nappal szeretnének hagyományt teremteni és minden évben megrendezni. A Nyíregyházának nagyon sok erőforrás ma még hiányzik ahhoz, hogy igazi futballközpont legyen. Az egyik ilyen a stadion, ott nagyon jól állunk, a másik ilyen az örökösföldi edzőcentrumnak a felújítása. Nagyon bízunk benne, hogy ez jövőre valóban el fog kezdődni. A harmadik pedig, hogy minél több és minél jobb képességű futballista legyen Nyíregyházán, és azt gondolom, hogy közösséget kell, spari családot kell teremteni vagy újra teremteni, és egy ilyen alkalomnál jobbat nehéz elképzelni, úgyhogy abszolút kérdése válaszolva hagyományteremtő lesz, úgyhogy jövőre megint itt leszünk, de lesznek még más hasonló események is, ahol próbáljuk a gyerekeket, szülőket egybe toborozni ide, ahogy már mondtam, a spari családba. A női szakágnál 4 csapat is bajnok lett saját korcsoportjában, míg a fiúknál az U13-as csapat az idősebbek között lett a megye legjobbja, a spari 2 pedig megnyerte a felnőtt megyei első osztályú bajnokságot. Több tehetséges labdarúgó kezdte Nyíregyházán pályafutását, például az Angliában a héten gólt szerző gazdag Dániel is innen indult. Van egy olyan mutató az országban, amit úgy hívnak, hogy produktivitás 2, és ebben Nyíregyháza az első helyen áll. Tehát ez egy, én nagyon büszke vagyok erre a dologra, mert ez az 5 és 14 év közötti foglalkoztatásnak a mércéje. Pontokat kapunk különféle foglalkoztatásért, az, hogy hogy szerepelnek a gyerekek a tornákon, hova kerülnek el, mennyi gyerekkel foglalkozunk, stb. Tehát egy bonyolult pontrendszer, és ebben ott vagyunk. És ez nem csak azért jó, hogy elmondhatjuk, hogy elsők vagyunk, hanem termelünk pénzt a klubnak. Magyarul nagyon sok milliót termelünk ezzel, mert ezeket a pontokat, amit kapunk érte, ezeket pénzre váltják, és ezzel támogatják az utánpótlás képző helyeket, többek között minket is. A Spari 2 a héten vehette át a bajnoki címmel járó Serleget és az aranyérmeket. A felnőtt csapat június 20-án kezdi a felkészülést a következő idényre. A hétvégén több sportesemény is zajlik Nyíregyházán. Elkezdődött a teremkerékpáros EB a Continental Arénában, a kosárlabda MB2-es 4-es döntő a Bánki torna termében, és vasárnap rendezik a Decathlon élménypróbát a Sóstói erdőben. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Mintegy 290 milliárd forint értékben az idei év eddigi legnagyobb beruházását hajtja végre a jövőben egy dél-koreai vállalat Nyíregyházán. A cég elektromos autóiparhoz köthető beruházása 1200 új munkahelyet fog teremteni a Szabolcsi megye székhelyen és a megépülő gyárban. Évente 1,2 milliárd négyzetméternyi szeparátorfilmet fognak előállítani. A tervek szerint a termelés ténylegesen 2024-ben indulhat el. Az Óbudai Danubia zenekar és Kolonics Klára operaénekesnő ad koncertet jövő hétfőn a Római Katolikus templomban este 7 órától. A Mozart és Poulenc este egyfajta szezonnyitó a városban, legalábbis az egyházi turizmus területén. Péntek délutánokon aztán indul a belvárosi séta, mely szintén a városlakóknak és vendégeinknek kínál érdekes programot. A helyi szála közösségi alapítvány helyi programok, szervezetek, formális és informális csoportok támogatására gyűjt adományokat. A tavalyi adományok azt tették lehetővé, hogy idén 1 millió 500 ezer forint összegre pályázhatnak nyíregyházi csoportok, közösségek, valamint szervezetek. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírműsorral legközelebb hétfőn jelentkezünk. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!